Sziasztok, csodálatos estét kívánok mindenkinek, és nagyon jó bulit az egykori kollégáknak, a divat iránt érdeklődő embereknek, és ezúton is szeretném megköszönni a meghívást, amelyre vártatok engem ma este. Sajnos egyéb elfoglaltságaim miatt erre nem kerülhetett sor, de innen most Spanyolországból minden elképzelhető jót, és nagyon kellemes időtöltést kívánok minnyájótoknak. Őszintén bevallom, meglepett a jelölés, mert hogy én máron 5 éve nem foglalkozom divattal, pontosabban ez nem igaz, csak nincsenek kollekcióim, és nagyon meghatott az is, hogy ilyen kedvesen és kellemesen emlékeztek rám, illetve azokra az évekre, amiket Budapesten volt szerencsém eltölteni. Tudjátok, az jutott az eszembe ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy milyen nagyon fontosak ezek a gálák, és milyen nagyon fontosak ezek az összejövetelek, ezek az egymást köszöntések, ezek az elismerések. Mert hát a járvány ideje alatt gyakorlatilag megszűnt, és gyakorlatilag halálra ítéltetett az egész divatipar. Aztán a gyorsaság miatt előtérbe került a környezettudatosság, meg hogy a fenntarthatóság, egyebek, amik, hogyha első közelítésben ránézünk erre, akkor bizony ezek olyan elkedvetlenítően hatnak, mert hát a divat mi egyébről szólhatna másról, mint a szabad szárnyalásról, a szabadságról, az ötletek szabad megvalósításáról, és egyáltalán arról a nagyszerűségről és arról a bohémságról, ami ezt az egész szakmát jellemzi. Szóval én csak annyit akartam mondani, hogy tartsatok ki, nagyon sok erőt kívánok, ne adjátok fel, ne higgyetek olyan dolgoknak, hogy ezt nem érdemes, és akkor most már majd nem lesz divat, mert hogy úgyse lehet föltalálni az újatlan ruhát, vagy a miniszoknyát, ez nem igaz. A divat az egy csodálatos foglalkozás, az egy csodálatos szakma, az egyike a Földön a legcsodálatosabbaknak, és én mindig boldog vagyok, hogyha ezekre az időkre visszatekintek, mert igazán, őszintén bevallva, az ember akkor érezheti magát szabadnak, hogyha a szépséggel foglalkozik, és azzal foglalkozik, amit ő maga is igazán szeret. Szóval köszönöm még egyszer a meghívást, köszönöm a jelölést, nagyon köszönök mindent, azokat a szép gondolatokat is, amiket a közösségi médiában velem és a munkáimmal kapcsolatban megosztotok. Hajrá! A divat örök, a divat él, semmi nem unalmasabb, mint a tegnapi divat, és teljes erőbedobással dolgozzatok azért, hogy a divat az egyet jelenthessen a boldogsággal, a szépséggel és a szabadsággal. Nagyon jó szórakozást és baromi jó bulit mindenkinek. Köszönöm szépen!